Az újonnan megjelent kanizsai újság sok fiatalt foglalkoztat. A lap egyik olvasójának, Kávai Tibornak kifejezetten tetszik az újság fiatalos légköre. Nekem azért sokkal jobb, mint a régi, mert mindenki sokkal jobban hozzá tud jutni, mivel interneten a mai világban már sokkal jobban elterjedt, mint régebben, és nem kell arra várni mondjuk rá, hogy valahol elfogy, vagy szaladgálni, hogy mindenki megtalálja az újságját, ami mondjuk Kanizsán elég jó bemutatja Kanizsáról a heti híreket. Az újság szerkesztője Vígi Sára elmondta, hogy az újság legfontosabb feladata még mindig az, hogy tájékoztassa a községbelieket az aktuális eseményekről. Megpróbálunk egy kicsit mélyebbre menni az itteni eseményekkel, és inkább személyeket bemutatni, és helyzeteket bemutatni, hogy a kanizsaiak és a községbeliek kicsit magukénak érezzék az újságot. Az nagyon fontos most is, hogy községbelieket szólítunk meg, tehát községbeliek írják a cikkeket, és nyilván az itteni eseményekről és lehetőségekről van szó. A kanizsai újság hamarosan nyomtatott formában is elérhető lesz.